és mesterséges intelligencia a bankokban. Hát humbug vagy csodaszer igazából. Azt lehet olvasni a sajtóban, hogy a magyar bankok 70-80%-a használja már a mesterséges intelligenciát. Hát az a kérdés, hogy mire? És hogy ettől nekünk egyáltalán jobb-e, vagy rosszabb, vagy teljesen irreleváns, hogy a bankok mire használják. Kórász Tamás, a KPMG IT tanácsadó partnere lesz a interjú alany ebben a témában. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Meghökkentően hát mindenki... nagynak tűnik ez a 70-80%, és így gondolkodom, hogy én vajon ügyfélként hol találkozhattam ezzel, mert lehet, hogy találkoztam, csak nem tudtam, hogy ez az volt. Hát ügyfélszolgálatos chatbot, nem? Például. Nem, nem, én ha chatbot van, nem használom, mert azok nem oldanak meg úgyse semmit. Jó, de attól még ott van benne a 70-80%. Ja, az benne van, persze, értelem. Igen, igen, tehát több bank is használ ugye ilyen termékeket, de azért a 70-80%-ot úgy kell érteni, hogy a különböző bankok használnak már valamilyen mesterséges intelligencia megoldást, és messze nem használják még ki ennek minden előnyét. Igen, az egyik, ahol lehet ezzel találkozni, azok a chatbotok. Azért egyre több mindent el lehet rajtuk keresztül intézni, sőt egyes felmérések szerint 25%-kal csökkenti is a call centerek terhelését, tehát ebből is látszik, hogy a bankok számára ez kedvező ennek a bevezetése. De egyébként mesterséges intelligenciát még az ügyfélkiszolgálás más területein is lehet alkalmazni, például különböző termékajánlatokban segít minket vezetni abba, hogy milyen számlákat szoktunk kifizetni, azokat felajánlja. Tehát többfajta ügyfélélmény javító elemre is használható, illetve segít nekünk a megfelelő termékeket megtalálni. De a bankon belül is nagyon sok mindenre hasznos, például segíthet rengeteg szerződésnek a földolgozásában, ingatlan értékbecslésben, segíthet az ügyfélbeazonosításban. És még egy területet említenék, az a csalás megelőzés. Tehát gondoljunk bele, hogy ma már nagyon szofisztikált csalások Bizony. Vannak a világban. Hát ugye az adathalászat ugye a bankok nevében, szinte nincs olyan hét, hogy a sajtó ne adna hírt, hogy valaki adathalászati tevékenységet csinál magyar bankokra célozva ezzel. Igen, és egyre szebb magyarsággal fogalmazzák meg a leveleket, és egyre jobban hasonlítanak azok az oldalak az igazihoz, amelyen próbálják az adatainkat ellopni. Nyilvánvalóan, hogy ilyen mintákat is könnyebb mesterséges intelligenciával felismerni, és különböző támadási mintákat észlelni, és ez azért mindannyiunknak jó, hogy az ilyen gyanús mintákat kiszűri a rendszer, de egyébként a csalókat is, akik utána azzal próbálkoznak, ugye, hogy leszedik a pénzünket a különböző netbankból elérhető számláinkból. Ezekre is azért egy mesterséges intelligencia algoritmus viszonylag gyorsan rá tud jönni, és hatékonyan és hamar be lehet avatkozni. Viszont a mesterséges intelligenciának vannak, vagy lehetnek árnyoldalai is, ezt ugye nem tudjuk, de azért sokan félnek tőle. Van erre szabályozás, hogy mire lehet ezt használni? Hát egyre több országban létezik erre szabályozás, és az Európai Unió is nagyon komolyan dolgozik rajta, hogy ezt szabályozza, úgyhogy én még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk a GDPR-hoz vagy hasonló ilyen szabályozáshoz mérhető módon ez is szabályozva lesz, ugyanis ezt egyébként a bankvezetők is nemzetközi szinten igénylik, hogy mind jogi szabályozás, mind etikai szabályozás legyen, hiszen itt is azért, ha nem is olyan durván, mint mondjuk az önvezető autóknál, ez kérdés, hogy a helyettünk használt intelligencia hogyan vezessen és hogyan döntsön, azért ez banki környezetben is izgalmas kérdés, hogy mennyire veszi figyelembe mondjuk a mi szociális, demográfiai helyzetünket, miket tudhat meg rólunk a rendszer, ezt mire használhatja fel, mennyire legyen etikus, vagy úgyhogy ez egy nagyon komoly terület lesz szerintem a következő években. Hát most egy csomó ilyen pillért felsorolt, ami
ezt a mesterséges intelligenciát kontrollálná, de ezeket kéne akkor egységes rendszerbe foglalni, és lehetőleg valamiféle központi szabályozással? Igen, tehát előbb-utóbb szükség lesz arra, hogy ugyanúgy, ahogy a bankokban most is azért nagyon komoly szabályok vonatkoznak akár az adatkezelésre, az adatvédelembe, milyen adatainkat lehet elvinni a felhőbe. Tehát a bankokban nagyon komoly szabályozások vannak erre vonatkozóan, ki milyen adatokhoz férhet hozzá, milyen adatokat szabad gyűjteni egy ügyfélről. Ugyanúgy azt gondolom, hogy annak is szükséges a szabályozása, hogy milyen fajta mesterséges intelligencia alkalmazásokat lehet egy bankban élesíteni, azt milyen adatokon szabad tanítani, mennyire kell biztosítani az előítéletmentességet, és azt milyen eszközökön keresztül, mert hogyha szegény robot valami butaságot megtanul, akkor ott kell legyen emberi beavatkozási lehetőség, hogy ezeket a korrekciókat elvégezzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok területen ez szükséges szabályozni, de nyilván nem csak a jogalkotó oldaláról, hanem a banki compliance, meg a banki belső szabályozás oldaláról is. Mennyire gátja a korszerű technológia elterjedésének, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztők angol nyelven beszélnek, a ügyfelek meg magyarul? Ez egyelőre még egy kicsit nehézség, de szerencsére azért ezt a problémát többen is már felismerték Magyarországon, és több vállalkozás is nagyon jó eredményeket ért el a magyar nyelvű különböző információk feldolgozásában. Úgyhogy ma még ezt mondhatom, hogy ez egy kicsit hátrány, és nyilván angol nyelven sok minden jobban elérhető, de büszkék lehetünk itt nagyon sok hazai fejlesztésre és kísérletre már. Uh-huh. Mennyire kell speciális mesterséges intelligencia algoritmus a pénzügyi szektorban? Mert ugye hallottuk ezeket a pilléreket, hogy mi mindenre kell megfelelni, ez azt feltételezi, ha végig gondoljuk, hogy nagyon más mesterséges intelligenciára lesz szükség a pénzügyi szektorban, ahol ugye rengeteg szabály van már most is, és ezeknek meg kell felelni, mint mondjuk egy webshopnál. Igen, nyilván az egésznek a tétje nagyobb, hogy egy webshopba ugye milyen terméket ajánl fel, vagy egy előfizetéses mozicsatornába milyen filmet ajánl fel nekem a rendszer. Hát maximum azt mondom, hogy tévedtél a ízlésemet tekintve. Nyilván egy banki környezetben ez sokkal érzékenyebb, hiszen mi ügyfelek nagyon szenzitívnek tartjuk a saját pénzügyi adatainkat, és hát nem szívesen örülünk annak, és majd biztos, hogy erről sok szó lesz a jövőben, hogy mire is fogják felhasználni az adatainkat, biztos nem-e adják el a mi adatainkat, biztos nem-e élnek vele vissza. Tehát én azt gondolom, hogy a ügyfelek, betétesek megnyugtatására itt nyilvánvalóan a pénzintézeteknek majd komoly szabályozást és bizalomépítést kell végrehajtani. Mennyire látja azt, hogy egy ilyen hype van a mesterséges intelligencia körül, most mindenki ezzel rócsózik, mindenki azt mondja, hogy ez egy csomó dolgot meg fog majd oldani, tehát egy ilyen nagy felfutás van, csak általában az ilyen technológiai kérdéseknél láttunk már ilyet, például a 3D nyomtatás volt a világ megváltó néhány évvel ezelőtt a technológiai fejlesztések területén, aztán most csönd van a 3D nyomtatással, nem látok olyan magyar háztartásokat, akik nem mennek mondjuk bútorboltba, hanem otthon kinyomtatnak mondjuk akár ilyen kis kütyüket, dizájnelemeket a lakásukhoz, pedig ezt jósolták a szakértők. Nem lehet, hogy most is egy kicsit túl van sztárolva a mesterséges intelligencia, és most egy kicsit le kéne higgadni, és megnézni, hogy tényleg mire jó, és mire kifizetődő ezt használni? A világot azért a hype-ok viszik előre. Ez biztos. Azért a 3D nyomtatásban is van, aki ugye próbál házat készíteni így. Ugye azt gondoltuk, hogy majd a mesterséges intelligencia segítségével itt már az autók önvezetőkké
válnak, és mégis látjuk, hogy dehogy is önvezetők még, hát még óriási a kamionos hiány. De nyilván el fognak jönni ezek a korszakok. Szerintem most még nagyon sok eleme hype, nagyon sok eleme kísérlet, de így bankvezetőkkel beszélgetve egyértelműen látszik az, hogy már vannak olyan megoldások, amik jól működnek, tényleg mesterséges intelligencia alapúak, tehát nem szabály alapúak, hanem mondjuk öntanuláson alapulnak, vagy támogatott tanuláson alapulnak, és ezt egyre bátrabban merik alkalmazni, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, kicsit hype, kicsit sok még a zsákutca, sok még a csalódás, de mindenképpen betüremkedik a mindennapjainkban, és hasznos lesz nekünk. Hát, legyen így, meglátjuk, tág pupillákkal fogjuk követni a mesterséges intelligencia banki térhódítását is. Köszönjük szépen a gondolatébresztőt. Nagyon szívesen. Minden jót, viszonthallásra. Viszontlátásra. Kórász Tamással, a KPMG IT tanácsadó partnerével beszélgettünk arról, hogy hol használják a bankszektorban a mesterséges intelligenciát.